Pénteken 6 3 az évfordulón a Magyar Futball napján, ma pedig az aranycsapat egyik tagja Bozsik József lenne 86 éves, de már 33 éve eltávozott. Ő az egyetlen magyar labdarúgó, aki elérte a százszoros válogatottságot. Utolsó meccsén is gólt lőtt egyébként. Most Bozsikok következnek, fia Péter, tréner, szintén volt szövetségkapitány, unokája az ifjú József, pedig még játszik a Tatabánya olyan a fiók csapatában, Sáriságon is már edző is, magyar tradíció a Bozsik nép fényében. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt! Szervus. Jó reggelt. Ö, ti a család ilyenkor szokott emlékezni, valamilyen módon? Hát egyért, hogy azért ilyenkor mindig van, a nappaliban, van, édesapámról egy kép, és hát ilyenkor azért egy fél percre az ember elgondolkozik a kép előtt, meg kimegyek a temetőbe természetesen. Mármint, hogy Bozsik kettőről, igaz? Így van. Mert, hogy először Bozsi kettő volt, Bozsi Így van. József? Így van, hát a, a bátyja, a, a, a mi úgy hívjuk a cigány a, a családban, hogy cigány, ugye az István, ez volt a beceneve, állítólag kiváló kapus volt, egy nagyon, nagyon jó képű, jó felépítésű ö, ö, játékos, aki sajnos nagyon korán meghalt. Ö, viszont ez egy nagyon érdekes így, hogy a 6-3 meg a szüli nap, az gyakorlatilag egybeesik. Hát ez az egész november, ez nagyon érdekes, ez az emlékezés, meg az ünneplés időszaka, mert nekem október 30-án a születés, a beleló, ugye minden szentek, halottak napja, öcsi bácsi halála, 6-3 édesapám születésnapja, tehát novemberben van esemény. Neked ez a családi legendárium mennyire volt fontos? Természetesen nagyon fontos, hiszen azért a történelm része az aranycsapat, úgyhogy én is igyekszem belefonni az ünneplésbe, és természetesen össze szoktunk ilyen jönni és együttünk az asztalnál, és beszélgetünk a régmúltra. <coughs> <coughs> Melyik volt a legnagyobb meccse? Hát talán pont a 6-3. Talán pont a 6-3, független attól ugye, hogy a Nánci bácsi hármat tudott. <coughs> A, az akkori tudósítások, kommentárok alapján a mezőny talán legjobb játékosának titulálták. De hát annak idején érdekes, nem beszélgettünk úgy sokat, mert nagyon korán meghalt ahhoz, hogy ilyen nagy beszélgetések legyenek, de hát ő is azt mondta, hogy, hogy talán a 6-3, bár megkockáztatom, hogy úgy igazából nem Tudom, hogy volt-e úgy, úgy nagyon rossz meccsetek. Uh -huh. Ha lehet, nem túl szerényen ilyen megállapítást tenni. Hát ugye ez itt egy nagyon fontos kérdés, hogy, hogy ez volt, itt nagyon sok kiváló játékos, és, és mi volt az a technikán, a játéktudáson kívül, ami ebben a válogatottság számban mindenki fölé emelte. Tehát az, hogy, 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 hogy ennyire stabilan és ennyire sokáig meg tudott maradni. Én azt gondolom, hogy a profi gondolkodás, ez nagyon érdekes talán kimondani, de beszélgettem régi újságírókkal, régi edzőkkel, idősebb játékos társakkal, és szinte valamennyi kiemelte azt, hogy a mentalitása talán még abból a csapatból is kiemelkedett. Sőt, már nem tudom, hol olvastam egy ilyen megállapítást, hogy végülis a tehetség az az 90%-ban az akaraterő, hiszen az adottságot, azt, azt ki is kell tudni hoznod magadból, amihez iszonyatos eltökéltség, akaraterő, profi gondolkodás szükséges. És hát édesapámmal ez megvolt. Tudom, szokták kérdezni, mert nekem is azt mondják, hogy egész ügyes futbalista voltam, miért nem lett valami. Hát belőlem pont ez hiányzott, ez az eltökéltség és ez az akaraterő, ez a profi gondolkodás mond. Jóska, te mit örököltél a bozsikokból? Te egyébként megkapod-e még játék közben teherként a nevedet? <síns> Megmondom ezt hogy 19 évesen kerültem be a felnőtt futballba, és akkor MB3-ban kezdtem játszani Zalaegerszeg mellett András Idán, az MB3-os csapatban, és ott még előfordult, hogy kaptam bekiabálásokat ezzel kapcsolatban, de, de nem jellemző egyébként. Ha most már kezdem levetközni szerint, szerintem azt is, hogy, hogy én az agyamból kezdem küríteni ezt, hogy, hogy nagyapa mekkora játékos volt, amikor a pályán vagyok és hát most már úgy érzem, hogy a játékom <coughs> talán ennek köszönhetően is javul és kezd érettebb lenni. Egyébként talán a profi mentalitását ezt én is, én is, örököltem, az bennem is megvan, csak én úgy látom, hogy a mai modern futball az már másfelé megy, tehát nem elég, hogyha, hogyha egy játékos csak a labdával tud jól bánni, és sajnos belőlem a, a fizikális <coughs> képességek hiányoznak. Elsősorban a futómennyiség, az agresszivitás, az üt ütközni tudás hiányzik belőlem, és talán ez az, ami miatt jelen pillanatban az NB3-ban futballozom. Reális, önkép? Teljesen, persze. Ez, ez, valóban azt mondom egyébként, hogy nagyon sokat áldozott a futballérés, és tényleg profi ö, módon gondolkozik róla. Egy kétségtelen tény, hogy vannak bizonyos adottságok. A technikai, taktikai tudása az én azt gondolom megvan, fizikálisan valóban nem üti meg talán az ember szintet, de én azt gondolom, hogy boldog ember, és ez a fontos. Beszéljünk most, és mindkettőtök esetében tréner szemszögből a, a család nagyjáról, illetve arról, hogy, hogy mi volt a magyar futball története során, hogyan tudnátok megfogalmazni az, a, az az, új elem, az a játékstílus, amire akkor a 6-3 után is azt mondták az angolok, hogy valami újat hoztak a magyarok a labdarúgásba. Szóval Bozsik József hogyan fogalmazta meg és a bozsikok hogyan tudják megfogalmazni azt, amit magyaros stílusnak nevezhetünk és aztán az is kérdés, hogy ez mint tradíció tovább élhet-e, felélezthető-e? Szóval mi a magyaros stílus és feléleszthető? é? Hát a magyaros stílust azt szerintem most a legjobban talán azzal tudjuk ábrázolni, hogyha azt mondjuk, hogy Barcelona, tehát jelen pillanatban mondjuk a Barcelona, ez a, ez a rövid passzos kombinatív, hihetetlen technikai tudásra épülő játék, nem emeljük fel a levegőbe a labdát, nagyon? Nem, nagyon nem emeljük fel a levegőbe. Hát mondjuk azért, amikor kell, tehát ugye Hofi Géza is poénkodott vele, hogy 40 méterre azért csak elment a labda. De a lényeg az tényleg, tehát a kombinatív játék és a nagyon magas technikai tudás, hogy ez föléleszthető -e, hát nem tudom, mert ugye mindig mondjuk, hogy a grundok hiánya. Igazából ezt a technikai tudást ott szerezték meg ezek a játékosok. Iszonyatosan sok futballozni tudó, gyerek volt akkor, akikből sokkal könnyebb volt válogatni, de hát most valami megmozdult a magyar futballban, tehát bízunk benne, hogy elindulunk valamerre, egy jó irányba, hogy aztán ennek mikorra lehet eredménye, az már egy megint más kérdés. Magyaros stílus, oktatni a kicsiknek. <laughs> hát, megmondom, ez nehéz kérdés, hiszen az edzőpályám elején vagyok. Én a, amikor végeztem a Béli szenszet akkor láttam egy nagyon érdekes anyagot a korveredzés módszerekről, amely szerintem nagyon jól <kül> oktatja pont ezt a fajta futballtudást, a, a technikai dolgokat, és szerintem ebben az irányba kéne indulni a magyar futballnak is, elsősorban első az előkészítő csoportoknál. Szerintem vannak erre törekvések, és, és úgy látom, hogy talán előrelépés is van most már az utánpótlásunkban de hát természetesen ez hosszú idő. Én, én nekem annyi meglátásom van ehhez a témához, hogy szerintem az aranycsapat azért volt ott, ahol, mert ők úgy mentek ki a pályára, hogy, hogy, azt nézték, hogy hol tudják megnyerni a meccset. Nem az volt, a, nem az, volt a, az aranycsapat motiváció, hogy ne kapjon ki, kevesebb gólra kapjon ki, hanem ők, ők azt keresték az ellenfelek játékában, hogy hol tudják megverni őket. És Én szerintem olyan ebben, olyan nőtek, olyan. ebben, nőtek, az ellenfelek felé. Nagyon fontos észrevétel az, hogy, hogy úgy játszál az ellenféle, hogy annak a gyenge pontját te keresd meg, és törd át, így van? Így van, nem, a, nem az ő erősségeiket akarták ellensúlyozni a védekezésükkel, hanem a saját erősségeiket akarták felszínre hozni. No, hát akkor mocorog valami a, a... Már hogy itt, itt, vagyunk azért Bozsik együtt ennél a futball amiket részletekre lefordítva, ugye hiába nem őzte most, Péter, mondjuk elsősztei kispadon, de az látszik, hogy Egyéb munkáiddal is meg azért a fejedben maximálisan foglalkoztat a magyar futball helyzete, meg jövője, és ki is dolgozta egy általános koncepciót az előrelépés érdekében? Hát vannak elképzeléseim, igen, nem használnám a kidolgozás szót, mert nincs azért ez százszerékosan kidolgozva, ötleteket tartalmaz ez az anyag. Váridi Péter, ez hasonlóan nagyon hangsúlyozott az MB2 fontosságát. Így igaz, hát eltűntek a magyar futballból a katona csapatok. És én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémát most az jelenti per pillanat, hogy, hogy az utánpótlásunkban azért elindult egy fajta képzési reform ezelőtt, most már 8-10 évvel. Tehát azok a játékosok, akik 19-es korúba kijönnek az utánpótlásból, azért már alapképzettséget kapnak sokkal jobb képzettséget kapnak mondjuk, mint korábban, viszont még mindig éretlenek azért arra fizikálisan, mentálisan, rutintalanság egyebek, hogy felnőtt csapatban egyből tudjanak játszani. És az a négy év hiányzik most nagyon a magyar futballból, az én meglátásom szerint ez a 19-23 év közötti időszak, amikor a futbolistává válás. Tehát, fel. hogy ne legyen elkallódás magyarul. Így van, én nagyon sok játékos eltűnik. Nagyon sok játékos. Nagyon én érdekes, mert Barát én... ugyanezt mondta például a topon lévő kajakkenó esetében. Így van, ez, ez, a nagyon nagy probléma, és én azt gondolom, hogy ezt áthidalni az MB2-vel lehetne. Tehát semmiféleképpen nem tudok azzal azonosulni, hogy egy csoportos MB2. Ott nem, nem kell mindenáron versenyeztetni, én úgy gondolom, a, csapatokat, hiszen gazdaságilag nem is állnak úgy ezek a csapatok, hogy hogy most mindegyik az NB1-be törekedjen. Ott inkább olyan, olyan, olyan célok felé kéne mozdulni, hogy minél több fiatal kapjon játék lehetőséget, és az NB2-ben erősödve játszva esetleg aztán följebb tudjon lépni. Ö a dologért foglalkoztat maximálisan akkor, ha Ezt jól látom. Ezt tég... ezeket a megváltásokat. <laughs> Na most arra gondolok, hogy akkor ez az edzőség, trénerkedés, tehát előállhat az a helyzet, hogy eddig, eddig is egyedülálló, hogy apa és fia is volt szövetségkapitánya válogatottnál, lehet, hogy akkor ez megy tovább. <laughs> Bízunk benne. <laughs> de legalábbis az edzőség az maximálisan érdekli. Így, így van, Hát mondhatjuk azt is, hogy semmi más nem érdekli. Uh -huh, az nagyon helyes, de a, de a Fater fog azért még példát mutatni neki. Kicsit hát vagy kicsit most visszahúzódva de hogyha... Nézd, ez nem feltétlenül csak rajtam múlik, hát én alapvetően mindig kész voltam a feladatra, most is járok a pro re hogy nem administratív akadálya ne legyen, hogyha valakinek eszébe jutok. Itt az a kérdés, hogy eszébe jutok-e valakinek, együtt tud-e valaki velem gondolkozni, és hogyha igen, akkor természetesen nagyon szívesen. Hát akkor hajrá a Bozsik névhez, meg hajrá tovább, és köszönöm szépen, hogy itt szépen.